Köszöntünk ismét mindenkit, ez itt az Instant Hungarian Hub Podcast második adása, második epizódja. Ismét itt van velem a Hungarian Hub kitalálója, ötletgazdája Pazaurek Piros, és igazság szerint nem nagyon pazaroljuk az időt, hiszen rengeteg témánk és vendégünk van ebbe a mai adásba. Kezdjük mindjárt azzal, hogy nem is olyan régen, Piros, neked ugye megjelent egy könyved, és ez a könyv már több, mint csupán egy könyv. Kérlek, mesélj egy picit erről nekünk. Igen, ez a könyv tavaly született, illetve egy nagyon-nagyon sok éves gyűjtőmunka, illetve álom megvalósulása. Tavaly adtuk ki a 7 tipp az erős magyar közösség építéséhez Amerikában című könyvet. Azért beszélek többes számmal, hiszen több szakértőt is bevontam ebbe a projektbe. A célunk az elsősorban, hogy az Amerikában élő magyar szervezetek számára, illetve azok vezetői, szervezői számára, vagy olyan könyvet készítsünk, ami a mindennapi életüket megkönnyíti. Próbáljuk olyan tippeket, tanácsokat adni, ami gyakorlatban is nagyon jól és könnyen alkalmazhatóak, mind a mellett pedig tényleg tapasztalaton alapszik minden tudás, amit ebbe belekezdtünk. Nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy ténylegesen végre egy olyan könyv szülessen, ami praktikus tanácsokat tud adni a hétköznapokra. Legyen az mondjuk éppen egy fundraising, vagy éppen legyen szó az önkéntes kérdésről, de alapos áttekintést tetszünk abban is, hogy hogyan alakult ki Amerikában a magyarság közösségi élete, milyen történelmi lépések történtek ahhoz, hogy amiben ma élünk tulajdonképpen. Ugye legyen arról szó, hogy éppen New Jersey-be hogyan érkeztek magyarok, vagy Ohio-ba, vagy éppen hogy alakult ki, hogy 110 ezer magyar került Floridába. És hogy tapasztalod egyébként, hogy ez a könyv milyen fogadtatást kapott itt a diaszpora magyarság körében, illetve mit jelent az, hogy egy közösségi akadémiát indítottatok ebből? Nagyon érdekes kérdés ez, hiszen a tavalyi év az egy picit speciális volt. Igyekeztünk egyébként rögtön reagálni, egy icipicit, igen. Rögtön próbáltunk reagálni a könyvben arra is, arra vonatkozólag, hogy a COVID idején hogyan tudják szervezni a közösségi szervezetek az életüket, a mindennapjaikat. Alapvetően azt érezzük, hogy az elérés a magyar közösségi vezetőknek most már sokkal jobb, érdekes mondom, pont az online világnak a hatására. És azt látom, hogy viszont a kommunikáció mindenképpen fontos, hogy feléjük tudjuk irányítani, nem csak a könyvön keresztül, hanem legyenek webinárok. Ezért tavaly 2 olyan webinárt szerveztem, amiben alapvetően én próbáltam elmondani a könyvnek a alapjait, illetve az abban lévő praktikákat a gyakorlatban megmutatni vizuálisan is. És több visszajelzés alapján az derült ki, hogy nagy igény lenne egy állandó sorozatra, amiben meg tudjuk mutatni tematikusan a közösségi vezetőknek, a szervezőknek azt, hogy hogyan tudják a hétköznapjaikat jobban szervezni a közösségen belül, akár az online világban is. Legyen szó ez például az első adásunk meg is történt, 2 nagyon jó szakértőt vontunk be, Margit Patricia Eszter, aki egyébként a társszerzője is a könyvnek, ő mutatott be egy prezentációt, hogy milyen úton, módon lehet a magyar szervezeteknek is pénzforráshoz jutni itt Egyesült Államokban, és nem csak állami támogatásokból, hanem saját egyéni fundok bevonásával, illetve egy könyvvizsgálót is bevontunk ebbe a beszélgetésbe, aki el tudta mondani, hogy miért érdemes non-profittá válnia egy szervezetnek, hogyan működik ez adó szempontjából, miként tud legjobban alkalmazkodni az adott non-profit a mindennapokhoz, illetve hogyan tudja a legegyszerűbben ezt megvalósítani, hogy minél kevesebb munkával járjon. A következő sorozatok viszont szó lesz a marketingről, szó lesz a szervezetfejlesztésről, az önkéntes kérdésről, és önmagában ilyen rendezvény szervezés remélhetőleg hamarosan vissza fog térni a hétköznapjainkba, hogy azt milyen technikákkal és milyen trükkökkel tudják hatékonyabbá tenni. Ahogy Piros is említette, a 2020-as év az a koronavírus világjárványról és az emiatt megváltozott életről, normalitásról szólt. Többek között ez is szóba került néhány nappal ezelőtt, amikor Takács Szabolcs Magyarország vadonatúj washingtoni nagykövete adott nekünk interjút.
Nézzük meg most, hallgassuk meg most ezt az interjút, ez következik most. Először is köszöntöm Magyarország washingtoni nagykövetét, Takács Szabolcsot, és szeretném megköszönni azt, hogy nagykövet úr elfogadta a meghívásunkat. Új év, új feladat, de számomra úgy tűnik, hogy nagykövet úrnak egy a nehéz diplomáciai helyzetek a specialitása is, hiszen a Brexitért felelős miniszteri biztosból lett washingtoni magyar nagykövet. Mekkora kihívást jelent ez ön számára személy szerint, hogy itt Washingtonban kell a következő években helytállnia? Tisztelettel köszöntöm a Hungarian Hub-nak az hallgatóit, érdeklődőit. Köszönöm szépen is, hogy ezt az interjút kezdeményezték. Mekkora kihívás? Hát nézze, azt gondolom, hogy Washingtonban diplomataként dolgozni a világ valamennyi országából ideérkező kollégáknak egy komoly kihívás, hiszen az Egyesült Államok világ egyik meghatározó országa. Magyarország számára egy komoly szövetséges, most már hosszú évtizedek óta. Itt képviselni Magyarországot, a magyar nemzetet, ez mindig egy komoly feladat mindenki számára, és utalnék az elődjeimnek a munkájára. Itt azért kiépült egy olyan erős kapcsolatrendszer az utóbbi 10-15-20-30 évben, ami egy stabil alap arra, hogy itt tovább folytassuk. De ezzel együtt kihívás, már csak azért is, mert ebben az országban, az Egyesült Államokban közelmúltban egy új kormány alakult, és amikor valahol a világon egy új kormány alakul, akkor nyilván az egy automatizmusként egy kihívás, hogy az új kormánnyal, annak a fontos szereplőivel, képviselőivel megtaláljuk az együttműködési felületeket. Nem azt mondom, hogy teljesen új alapokra kell helyezni a kapcsolatot, de bizonyos értelemben egy új éra indul. Tehát egy ilyen szellemben közelítem meg ezt a munkát, viszont azt gondolom, hogy vannak olyan tényleg erős bástyák, amikre állva, azt gondolom, hogy ez egy teljes idegő feladat. Önnek személy szerint korábban milyen volt a viszonya Amerikával? Volt-e viszonya Amerikával? Én kb. 20 éve dolgozom a magyar diplomáciában különböző területeken, és hát természetesen voltak olyan felületek, ahol az Egyesült Államok különböző szereplőivel már kapcsolatban voltam. Volt egy időszak az életemben, amikor egy olyan területen dolgoztam a Közel-Keleten, ahol az energiapolitika egy kiemelt kérdés volt, vagy a biztonságpolitikát is említhetném. Abban az érában is már az Egyesült Államoknak a képviselőivel, a helyi nagyköveteivel, diplomatáival volt kapcsolatom. Az utóbbi 10 évben pedig a magyar kormány különböző beosztású vezetőjeként dolgoztam. Talán a legkevesebb érintkezésem az Egyesült Államokkal akkor volt, amikor a brüsszeli bürokráciával próbáltunk közös nevezőre jutni. Az Európai Uniós ügyekértelős államtitkár voltam abban az időszakban, de már amikor a Brexit ügyekkel foglalkoztam, akkor értelemszerűen már csak az angol száz világnak a különböző összefonódásai, meg interdependenciái miatt az Egyesült Államokkal folyamatos volt a kapcsolat, és a szakmai karrieremben most már hosszú évek óta van egy olyan szál, ami folyamatosan része a munkámnak. Ez alapvetően a magyarországi, illetve az európai zsidó közösségekkel, az Egyesült Államokban élő zsidó közösséggel való kapcsolattartás Izrael állammal, illetve általában a holokauszt emlékezett politikának az ügyei, és a hosszabb ideje hozzám tartoznak, és ebben az összefüggésben az Egyesült Államok különböző kormányának a különböző szintű vezetőivel azért sok-sok együttműködésem, vagy találkozásom, megbeszélésem volt a múltban is. Hogyan élte meg a kinevezést? Hosszú napokon keresztül ment a sajtóban a találgatás, hogy ki lesz a következő washingtoni nagykövet. Lehet egy ilyen felkérésen nemet mondani? Ön mekkora kívánsként élte meg ezt a felkérést? Azt gondolom, hogy minden diplomata számára ez mindenkit egy óriási megtiszteltetés, hogy eleve a neve felmerül egy ilyen komoly pozícióra. És hát azt hiszem, hogy ez minden ország esetében egy ilyen találgatások vannak. Én sok ország diplomáciájával kerültem kapcsolatban, nagyjából azt hallom mindenhol, hogy nyilvánvalóan vannak pletykák, vannak találgatások, vannak szempontok, és a végén, amikor egy személy mellett dönt az adott kormánynak a vezetése, akkor ez egy óriási megtiszteltetés. Tehát hogyha úgy kérdezi, mint egy diplomatát, akkor azt gondolom, hogy egy diplomata egy ilyen felkérésre nem vagyok.
Nyilván mindig vannak személyes okok, vannak anyagok, amiket tiszteletben kell tartani, de ha kizárólag szakmai okokat veszek alapul, akkor erre azt hiszem, hogy mindenképpen úgy kell tekinteni, hogy egy óriási megtiszteltetés. Magam is így állok hozzá, és hát igyekszem az elvárásoknak megfelelni. Említette korábban, hogy több mint közel 20 éve dolgozik már diplomataként, és korábban is volt már kiküldetésben a Közel-Keleten 4 éven keresztül. Hol helyezi el ezt a kinevezést ön a karrierjében? Mondhatjuk, hogy eddig ez a csúcs, és hova lehet innen esetleg tovább lépni? Hát én azt gondolom, hogy minden, és tényleg szerénytelenség nélkül mondom meg, nem akarok ilyen közhelyeket mondani, de szerintem minden magyar diplomatának nagyon komoly megbízatása van, bárhol is dolgozik a világban. A magyar diplomatáknak, akik a közép-kelet-európai térségben dolgoznak, Magyarország a szomszédos országokban, a V4 országokban, de mondjuk tényleg Közép-Európában, a Balkánon, vagy Oroszországban, vagy Távol-Keleten, azoknak ugyanolyan komoly karrier lépcső az, amit végeznek. Az Egyesült Államok nyilvánvalóan jobban a figyelem középpontjában van. Már csak azért is, mert az Amerikai Egyesült Államoknak a diplomáciája egy világhatalomnak a diplomáciája, tehát itt gyakorlatilag az együttműködési területeknek a teljes spektruma megtalálható. Az energiapolitikát már említettem, a biztonságpolitikát is mondhatnám, de legyen szó fejlesztéspolitikáról, kereskedelempolitikáról, vagy gazdaságpolitikáról. Tehát itt egy sokkal nagyobb spektrumon mozog az együttműködési felület, amit kontrollálni kell, amit át kell látni a maga összefüggéseiben. És hát az Egyesült Államok egy különleges hely egy magyar diplomata számára, azért is, mert a magyar nemzetnek az 1/10 ebben az országban él. Tehát a magyar diaszpóra az egy olyan sajátos, különleges hozzáadott értéke ez a munkához, amely valamennyi országban a világon nyilvánvalóan nincs meg. Hát nem véletlenül mondják, hogy persze egy diplomáciai karrier során az Egyesült Államokban dolgozni, az mindig egy kiemelt pozíció, ez bizonyára így is van. Én azt gondolom, hogy akkor áll az ember jól a munkához, hogyha kap egy feladatot, azt igyekszik jól elvégezni bármilyen feladat is. Ez most történetesen a Washingtoni nagyköveti poszt, de sok minden mással foglalkoztam már az életben. Fontos, hogy a mi karrierünkben az ember le tudjon tenni dolgokat, fel tudjon készülni egy új dologra, és hát mindig ott kell képviselni a hazát, ahol éppen van. De valójában az embernek a szíve, meg a gondolkodása, meg a logikája azért mindig Budapesten kell, hogy legyen, hiszen mi most Magyarországot képviseljük, a magyar kormányt, a magyar nemzetet, de nagyon megtisztelő ez a feladat természetesen. Milyen volt az ön fogadtatása Washingtonban? Milyen célkitűzésekkel érkezett Amerikába ön személy szerint? A célkitűzések azok viszonylag világosak. Azt gondolom, hogy Magyarország az Egyesült Államoknak a szövetségesi rendszeréhez tartozik. Az USA Magyarország szövetségese, illetve Magyarország az Egyesült Államok szövetségese. Nem csak a NATO keretekben, hanem van egy csomó olyan politikai kérdés, ahol azt gondolom, hogy mi hasonló módon tudunk gondolkozni. Tehát a célkitűzés az az, hogy az előző években kialakított intenzív és nagyon komoly együttműködési felületet azt próbáljuk megőrizni, átmenteni egy következő irára, és hát nyilván megtalálni azokat a közös hangokat, amik az új kihívások kapcsán jelentkeznek. Hát ezzel együtt ezt nem tudom megspórolni, hogy elmondjam, bármennyire is közhelyszerű, de hát ez most már az életünk részévé vált, hogy hát semmi sem olyan, mint volt régen, és ez a pandémia miatt valami. Tehát teljesen átalakult a világunk, és minden olyan hétköznapi élethelyzet, ami eddig az életünknek a természetes része volt, akár magánemberként, akár szakmai életünket nézve, az már teljesen másként alakul. Ahogy itt szoktam fogalmazni, a diplomácia az egy ilyen kontextsport. Tehát az a sport, ahol az ember normális esetben a partnereivel találkozik, egyeztet, véleményt cserél. Egy picit bonyolultabbá vált úgy a világ, hogy ezt nem tudjuk megtenni a fizikai térben, csak a virtuális térben, és ennek teljesen logikus és érthető okai vannak. Teljesen leszűkült azoknak a találkozóknak a száma és kerete, amik korábban gyakorlatilag az életünknek a részévé váltak. A diplomácia érintkezésének az 1/10, hogyha fizikai találkozók keretében bonyolódik. Tehát mindenképpen ez a COVID-helyzet azt átalakította az életünket, és hát az én megérkezésemet is
jellemzi. Hát pont egy olyan érába estem bele, egyébként 10 másik nagykövet kollégámmal együtt, 11 olyan új vasítói nagykövet van az ismereteim szerint, akik a megbízó levelüket sem tudták átadni az Egyesült Államok elnökének fizikailag. Annak ellenére, hogy mind az amerikai Egyesült Államok alkotmánya, mind egyébként a diplomáciai kapcsolatokat szabályozó bécsi egyezménynek a keretei világosan fogalmaznak, hogy a fogadó országnak az elnöke, ez egy fizikai találkozó keretében kell, hogy fogadja a küldő ország nagykövetét. Csak hát valójában 1961-ben még nem számoltak azzal, hogy 2020-21-ben egy pandémia lesz a világban, és azt is láttuk, hogy a különböző országok különböző megoldások voltak. Például Londonban a II. Erzsébet királynő is egy Zoom találkozó keretében vette át a magyar nagykövettől a megbízó levelét. Ez egy nagyon komoly sajtó figyelmet kapott, pont a magyar nagykövet volt az, aki az első ilyen volt. Ilyen értelemben a fogadtatás kicsit atipikus volt. És egy picit olyan furcsa is volt, meg egy kicsit szomorú, mert nyilván az Egyesült Államok elnökével mindegy, hogy hívják, találkozni egy nagykövetnek, az egy különleges élmény. Hát ezt most pillanatnyilag egy ilyen dokumentum cserével tudtuk megoldani. Meglátjuk, hogy hogyan alakulnak az elkezdkező hetek, a hónapoknak a fejleményei. Lehet, hogy valamilyen formában ez majd pótlásra kerül. Tehát ilyen értelemben furcsán fogadtak, de nem az Egyesült Államok, hanem a világhelyzet miatt volt furcsa. De természetesen már az amerikai kormánynak a különböző szintű miniszteri, államtitkári képviselőivel az elmúlt hónapokban találkoztam, és hát majd meglátjuk, hogy hogyan alakul az elkövetkező néhány hét. Reméljük, hogy egyre bőven azoknak a kör, akivel tudok személyesen egyezni. Van arról Washingtonban bármiféle pletyka vagy információ, hogy ezek a bizonyos utazási korlátozások, amik most fennállnak az Egyesült Államok és az Európai Unió között, ezek megváltozhatnak, enyhülhetnek. Nagyon sokan várnak arra, hogy hazautazzanak, vagy családot tudjanak itt Amerikában látogatni, de egyelőre eztával ez nem lehetséges. Hát amit el tudok mondani önöknek, hogy a jelenlegi járványhelyzetnek a statisztikáit figyelembe véve, az Egyesült Államok szabályozása, hogy február végéig nem terveznek kormányzati kiutazást, és nem is bátorítanak senkit, hogy az Egyesült Államokba utazzon. Ez egy generális üzenet a világ valamennyi országának. Ahogy a dolgok alakulnak, ahogy az oltási folyamatok majd bővülnek, és egyre szélesebb társadalmi rétegeket érnek el, és ezzel párhuzamosan a betegség mutatói pozitív irányba változnak, márciusban lesz először arra lehetőség, hogy ezt érdemben felülvizsgálják, de ez egy potenciális felülvizsgálat. Nehéz jóslásokba bocsátkozni, mert nagyon sok kérdője van a kérdés kapcsán. Az, hogy az Egyesült Államokban hogy alakul a dolog, az egy része az egész kérdésnek. Ugyanilyen fontos része, hogy Európában hogy alakulnak a dolgok. És hát, ahogy önök is látják, Európában a legfontosabb dolog, azt mondom, a legfontosabb politikai, társadalompolitikai, egészségügyi kérdés az, hogy milyen ütemezéssel, milyen hatékonysággal tudják a társadalmakat beoltani a vírus ellen, és hát majd ennek az eredménye tükrében lehet felülvizsgálni a látogatásokat. Nyilvánvalóan most már benne vagyunk lassan február második felében. Ebben az új évből is elmegy lassan 2 hónap, és még mindig nagyon nem látjuk az alagút végét. Én azt szoktam mondani, hogy elég, hogyha már az alagutat látjuk, aztán a végével majd foglalkozunk, de egy pillanatnyilag még az alagutat sem látom, nemhogy a végén a fényt COVID ügyben, majd meglátjuk, hogy alakul. Egy diplomata esetében mindig nagyon fontos kérdés, de most ebben a koronavírus világjárványos időszakban meg aztán végképp, hogy a család önnel tartott Amerikába, vagy tervezik, hogy követik önt, mi a családi döntés ezzel kapcsolatban? Hát, röviden annyit mondanék csak erről, hogy főleg az oktatási helyzetnek a bizonytalanságai miatt egyelőre még kérdőjelek vannak bennünk is, 3 gyermekem van, mindegyik más szintű iskolába jár, az egyik év most kezdte az egyetemet, a legkisebb még az általános iskolába jár, tehát attól is függ, hogy az Egyesült Államokban az iskolák hogyan nyitnak ki, illetve Magyarországon hogy alakulnak az oktatásnak a helyzete. Az általános iskola kivételével Magyarországon most egyelőre csak online oktatás, illetve itt a USA-ban is. Ez majd döntően meghatározza, hogy a család melyik része hogyan tud csatlakozni. De nyilvánvalóan ez egy kihívás, de ahogy látom,
legtöbb európai kollégám, akiknél ilyen iskoláskorú gyerekek vannak, azok hasonló helyzetben vannak, ahol meg már nem iskoláskorú, hanem felnőtt gyerekek vannak, az meg megint egy más élethelyzet. Tehát pillanatnyilag ilyen szempontból is atipikus a dolog, majd meglátjuk, hogy hogyan alakul a járvány, de természetesen jó lenne, hogyha a családnak minél nagyobb része tudna csatlakozni, az attól is, hogy tényleg ki hol tud iskolába járni, ez egy abszolút személyes kérdés nyilván, tehát ez egy hivatali ügy, de valóban kihívással járít mindenkit ez a kérdés is. Nagykövet úr, ön az amerikai elnökválasztás után foglalt el új pozícióját, viszont arról kevés szó esett, hogy ön ott volt az új elnök beiktatásán, Biden elnök úr beiktatásán. Az elmúlt időszakban láttuk, hogy ezek a beiktatások óriási nagy csinadattával szoktak általában zajlani. Mennyiben volt ez most idén más, mint az elmúlt évtizedekben? Valóban én képviseltem a magyar kormányt a beiktatáson, de ez egyébként a normális menetrend. Mindig a nagykövetek képviselik az országot, ezzel kapcsolatban voltak különböző találgatások a magyar sajtóban is, de ezek általában alaptalan, picit inkább információ hiányból fakadó találgatások voltak. Idén is meghívták a nagyköveteket, és ezt részt vettek a beiktatáson. Nyilván a járvány miatt egészen különleges szabályokat vezettek be, nyilván a fizikai távolságtartásnak a szabályai miatt is egy picit más volt, mint mondjuk 4 évvel vagy 8 évvel ezelőtt. Nagyon hideg volt egyébként, tehát ezt el tudom mondani személyesen, tehát ez egy hideg, csípős januári nap volt. De politikai értelemben annyiban volt rendhagyó, hogy most kb. 100-valahány évvel, 1867 óta most fordult, ha jól emlékszem, most fordult először elő az, hogy a leköszönő elnök nem vett részt a beiktatáson. De ez senkit nem ért meglepetésként, hiszen Trump elnök úr ezt világossá tette a beiktatást megelőző napokban már. Ugye ennek alapvetően amerikai belpolitikai okai vannak, tehát ilyen szempontból ez furcsa volt, és hát a ceremóniának az egyébként nagyon katonás rendje abban az értelemben így megtört, hogy a most beiktatott elnök, illetve alelnök nem tudták kikísérni fizikailag a leköszönő elnököt a kapitóliumból. És volt még egy másik dolog, ami elmaradt a szokásokhoz képest. Nem volt egy olyan díszvacsora, amit az új elnök tiszteletére adnak, vagy egy díszebéd, étkezés. Ennek viszont a pandémia volt az oka. Egyébként annak rendje és módja szerint zajlott le az esemény. Nyilván nagyon szigorú biztonsági előírások meg előkészületeknek a keretében, hiszen 2 héttel azt megelőzően voltak olyan turbulens belpolitikai események itt Washingtonban, ami arra késztette a szervezőket, hogy a szokásosnál sokkal nagyobb biztonsági fegyelem legyen. A rendhagyó módon nagyon sok amerikai katona tartózkodott a városban, itt több mint 20 000 amerikai katona volt a Kapitólium környékén. Egy sajátos élmény volt természetesen, de nagyon fontos, hogy a politikai protokollnak megfelelő módon Magyarország reprezentálta magát a beiktatáson. Picit megelőzött nagykövet úr, mert ez lett volna pont a következő kérdésem, bár időben egy picit megelőzte a beiktatást. Mennyire tapasztalták önök meg ott a fővárosban, mennyire zaklatta föl Washingtont, illetve a követség életét a január 6-ai események a Kapitólium környékén? Egy olyan nap volt január 6-án, amikor elrendelték a teljes kiárási tilalmat egy röpke fél napra, hogyha jól emlékszem. Hát január 7-e reggeli volt kiárási tilalom. Azt követően az élet nagyjából visszatért a normális menetrendben, már amennyire a Covid-ot normálisnak lehet tekinteni. Nyilván a járvány miatt eleve sokkal kevesebb ember látható az utcán. Az éttermek nincsenek nyitva teljes körűen, tehát kevesebb ember mozog. Ilyen értelemben persze a beiktatás az egy kicsit felborította a rendet. Akik ott a környéken laknak, mint ahogy én is egyébként, a beiktatás megelőző napokban és az azt követő néhány napban egy kicsit bonyolultabban tudtak közlekedni. 200 méterenként voltak olyan katonai ellenőrző pontok, ahol megnézték, hogy milyen célra hova megyünk, de szeretném itt elmondani egyébként, hogy ez rendkívül olajozottan működött, az amerikai rendőrök, katonák nagyon udvariasan kalauzoltak mindenkit tovább az útján, de hát igazolni kellett lakcímkártyával, hogy ott lakunk, tehát ennyiben
volt változás. A Magyar Nagykövetség Washingtonnak egy olyan részén helyezkedik el, ami távol van a belvárostól, tehát a mi hétköznapi életünket ilyen értelemben ez nem befolyásolta. Viszont az idei év abból a szempontból is különleges lesz a követség életében, hogy az idén 100 éves a magyar-amerikai diplomáciai kapcsolatok felvételének a története. Hogyan készül erre a követség, mennyiben fogja ez meghatározni a 2021-es évi munkát? Mindenkinek az a legfontosabb, hogy méltósággal készülünk, hiszen 100 évről kell megemlékeznünk. És ebben a 100 évben nagyon komoly dolgok történtek. Nagyon sok olyan szereplője van a magyar történelemnek, az Egyesült Államok történelmének, és a két oldalú kapcsolatok történelmének, akik mindenképpen megérdemlik azt a tiszteletet, meg méltóságot, hogy úgy emlékezzünk meg rájuk, akik, mint olyan személyekre, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a két országnak az együttműködése az minél szorosabb legyen. Nem szabad elfelejteni persze az elmúlt egy száz évben, hát majdnem fél évszázadig Magyarország egy kommunista diktatúra alatt nyögte az életét. Hát a II. Világháborút követően egészen a magyarországi politikai változásokig eltelt majdnem fél évszázad. Ebben a fél évszázadban is történtek fontos dolgok, természetesen. Hát egyrészt a 1956-os forradalom és szabadságharc, amely nyilvánvalóan a magyar diaszpóra életében is egy olyan esemény, amire nagyon sok szempont miatt nagyon komoly méltósággal meg tisztelettel kell emlékeznünk, és ez az év, a 2021-es év ebből a szempontból is egy jubileumi év, hiszen 65 évvel ezelőtt történtek az események Budapesten, a Magyarország más részein. Tehát nem csak a 100 évet ünnepeljük meg, hanem visszaemlékezünk 56-ra is, az 56-os hősökre, azokra, akik az életüket adták 56-ban Magyarország jövőjéért, és hát természetesen az Egyesült Államokban nagyon sok olyan magyar diaszpora szervezet működik, akik nem véletlenül pont a 65. évfordulójukat ünneplik, hiszen 56-ban jöttek létre, amikor az 56-os magyar emigráció megérkezett ebben az országba. De mondhatnám egy kicsit visszatekerve az időkerekét, II. Világháborút követően nagyon sokan vannak olyanok is, akik túlélve a II. Világháborút, köztük a holokausztot, az Egyesült Államokban találtak új hazát, tehát az Egyesült Államokban élő magyar származású zsidó honfitársainknak is nyilvánvalóan sok szempontból ez a 100 év ez összetett. Nem csak emlékezetes, hanem nagyon fájdalmas, szomorú emlékek is előtörnek, de reméljük, hogy pozitív dolgok is előtörnek mindenkiből. Beszélhetnék arról is, hogy az Egyesült Államok szolgáltatta vissza a magyar nemzetnek talán az egyik legfontosabb szimbólumát és az identitásunknak egy központi elemét, a magyar Szent Koronát. Ennek is megvan a maga története. De beszélhetnék a rendszerváltás követő évtizedről is, Magyarország csatlakozásáról a NATO-ba, amiben az Egyesült Államoknak nyilván volt szerepe 1999-ben, és itt az első világháborút követő évekről is érdemes megemlékeznünk, tehát a 100 év az egy turbulens 100 év volt. Az egész világ számára, nekünk magyaroknak is nagyon turbulens 100 év volt, tehát egy nagyon átfogó rendezvénysorozattal kellene készülnünk, és készülünk is. Megint csak sajnos vissza kell utalnom arra, hogy a járvány miatt, illetve a fizikai kontaktusok hiánya miatt nagyon innovatívan kell ezt végig gondolnunk, hogy hogyan tudunk úgy megemlékezni, hogy ne teljen az egy év úgy, hogy Magyarország nem tett meg mindent annak érdekében, hogy emlékezzen erre az egy évszázadra. Jövőre ez a lehetőség már nem lesz meg. Idén van 100 év, jövőre már 101 év lesz. Ezt így kell megközelítenünk, és hát nagyon reméljük, hogy az év második felében, vagy az év harmadik, negyedik, negyedévében már úgy alakulnak a dolgok, hogy meg tudjuk ünnepelni ezeket az évfordulókat. Október 23-a az év vége felé esik, illetve történelmileg hűek vagyunk már, pedig miért lennénk azok, akkor december hónapra esik az a dátum, amikor 1921-ben végül is a kapcsolatok formálissá váltak. Tehát van most egy jó 10 hónapunk még, de már készülünk, és hát nyilván március 15-e már itt kopogtunk az asztalon, vagy az ablakon, vagy az ajtón. Lassan ott vagyunk március idusán, tehát ezt is figyelembe kell vennünk. Igyekszünk minél szélesebb körülön megemlékezni, és hát nyilvánvalóan bevonva nem csak az Egyesült Államok más területén működő
magyar külképviseleteket, hanem mindenek előtt a magyar diaszporának különböző képviseleti szervezeteit. Igen, erre lennék kíváncsi, hogy mit tapasztalt, említettem is, hogy hatalmas diaszpora magyar közösség van itt az Egyesült Államokban. Ön mit tapasztalt eddig az elmúlt hónapok során, mennyire együttműködőek, hogyan tudja a követség az ő munkájukat segíteni, illetve ők hogyan tudják esetleg a követség munkáját előmozdítani? Mik a tervek, tapasztalatok? Ezt nagyon sokrétűen tudjuk egymást segíteni, ez valóban egy kétirányú utca. Én azt hiszem, hogy a magyar kormánynak a nemzetpolitikai megközelítése az utóbbi 10 évben az már világossá vált a világ valamennyi részén élő magyar honfitársaink számára. Tehát mi a világ valamennyi pontján élő magyar polgárért felelősek vagyunk, mi úgy gondoljuk. Mindenki, akinek van magyar állampolgársága, de akinek csak magyar identitása van, az ugyanolyan fontos számunkra. És igyekszünk ezt így megközelíteni. Évek óta működnek olyan diplomaták a magyar külképviseletek, itt az Egyesült Államokban is, de máshol is a világon, akik a magyar közösségnek az ügyeivel igyekeznek foglalkozni. Egyrészt egy minél intenzívebb és minél tartalmasabb, átfogóbb kommunikációs kapcsolati mechanizmust működtetni, tehát hogy magyarul igyekszünk odafigyelni a kérdésekre, kérésekre, és lehetőségeinkhez képest támogatni a magyar közösségnek az ambícióit. Tehát a legfőbb ambíció persze a magyar identitásnak a megtartása, és mi pontosan tudjuk, hogy a magyar identitásnak a gerince a nyelvünk, amit beszélünk, hiszen etnikailag mi magyarok eléggé összetettek vagyunk, különböző nációjú családi hátterek vannak Magyarországon, a történelmi és egyéb okoknak az eredményeképpen. Tehát nálunk a nyelv az egy, azt hiszem, hogy más országokhoz képest is talán sokkal erősebb megtartó ereje az identitásnak. És hát az is egy természetes folyamat, hogy egy más anyanyelvi vagy más nyelvi környezetben élő közösség számára a magyar nyelv megtartása az nagyon komoly személyes erőfeszítéseket is igényel. Tehát én magam is, magánemberként is emelem kalapon minden olyan szülő, meg nagyszülő, meg közösségi vezető, meg tanár, meg egyházi vezetőnek a teljesítmény előtt, akik különböző módon igyekeznek a gyermekeiknek, a közösség tagjainak, szűkebb vagy tágabb közösség tagjainak a nyelvi identitás megtartásban segíteni. Ez természetesen szándék kérdése is, de ahol megvan az erős szándék, úgy gondolom, hogy a magyar anyaországnak kötelessége, hogy ezt a erős szándékot tudja támogatni minden lehetséges olyan eszközállománnyal, programokkal, ösztöndi lehetőségekkel, amik a magyarsághoz kötik a diaszporában élő honfitársainkat. A történelem nagyon sokukat szakított el az anyaországtól, sokan élnek itt az Egyesült Államok, de a világ más részein is. Nekünk az a felelősségünk, hogy minden lehetőséget megragadva próbáljuk egy kicsit visszaadni azt nekik, amit a történelem elvettünk. De valaki szeretne magyar maradni, az nekünk a legkedvesebb üzenet, ami létezik. Nem vagyunk olyan sokan a világon, 15 millióan vagyunk magyarok. Büszkék vagyunk, azt gondolom, a történelmünkre. Ez egy nagyon mély történelem, mint 1000 év, több mint 1100 év. Ennek az eredményeit, ennek az 1100 évnek a produktumait. Azt gondolom, hogy meg kell őriznünk, és a változó világban, a globalizált világban én azt hiszem, hogy ez egy hozzáadott érték, hogy mi egy olyan nyelvet beszélünk, egy olyan kultúrának vagyunk a képviselői, ami unikális, akárhol is nézzük. És azt is látjuk, hogy a létszámunknál néha sokkal nagyobb mértékben járultunk hozzá a világ alakulásához. Legyen szó tudományról, kultúráról, sportról, ami a kultúrának egy része nyilvánvalóan, gasztronómiáról. Tehát én azt szeretném, hogyha az Egyesült Államokban élő magyarok tényleg ezt a magyarságokat úgy tudják megélni, hogy ők szeretnék. Tehát nem nekünk kell megmondani, hogy éljék meg a magyarságukat, nekünk figyelnünk kell arra, hogy kinek mi az igény. És figyelembe kell venni az érzékenységeket, a történelmi érzékenységeket, a családi érzékenységeket, mindent. Tehát én úgy fogalmaztam itt az előző hetekben, amikor megkérdeztek, hogy én valóban azt gondolom, hogy minden magyarnak a nagykövete vagyok, tehát ez egy szolgáltató szektor, amit én végzek. A diplomaták azok szolgáltatnak bizonyos értelemben. Igyekszem ezt így megélni. Mi itt a Hungarian Hub-nál is próbáljuk ezt a magyar-amerikai
kapcsolatokat, illetve a diaszpora magyarságot összekötni, és most már évek óta szervezzük az első Hungarian Summitot Daytona Beachre, mire úgy tudom, hogy ön is megkapta már a meghívót. Igaz, hogy ez nem az első, hanem a harmadik, mert hogy tavaly márciusban lett volna az első, ami aztán elmaradt, aztán idén márciusban lett volna a következő, és a második időpont, ami szintén csúszott, és most szeptember végén, október elején tervezzük. Mit gondol, hogy egy ilyen esemény az mennyiben tud segíteni, akár gazdasági, akár oktatási, akár kulturális kapcsolatok fejlesztésében, illetve bízhatunk benne, hogy a nagykövet úr is ott lesz esetleg velünk? Hát mindenekelőtt elismerésem magáért, a kezdeményezését. Hát az, hogy egy ilyen magyar csúcs találkozót szervezni, a politikai terminus technikusszal élve, egy ilyen Hungarian Summitot szervezni, ez önmagában egy nagyon nagy feladat, meg egy komoly ambíció, de az ötlet önmagáért beszél is, ez nagyon jó dolog. Természetesen nagyon köszönöm a meghívást, ezt megkaptam a szervezőktől, és mindenképpen meg fogom találni a módját, hogy ott legyek, és az a feladat, ami rám hárul, azt nagy örömmel és tisztelettel végezzem el. Hát egész biztos, hogy ha meg tudjuk jeleníteni Magyarországot, valóban azt a sokrétű, sokszínű Magyarországot, amit mi ismerünk, de a világ különböző részei objektívokból nem ismer. Nem csak a magyar kultúrának a szereteit, hanem általában ennek a modern Magyarországnak a képét is mutatni. Beleértve mindazt az innovatív gondolkodást, ami majd realizálódik különböző üzleti lehetőségekben. Van egy olyan magyar tudás, mert van egy ilyen speciális magyar gondolkodás, azt hiszem, ami számos alkalommal már bizonyított, és nagyon sok olyan szereplő van itt az Egyesült Államokban, is egész biztos vagyok, egyetemeken, különböző kutatóintézetekben, akiknek a munkájáról vagy nem tudunk, vagy nagyon keveset tudunk, hogyha ezek a rendezvények egy kicsit fel tudják arra hívni a figyelmet, hogy mi magyarok egyébként mit tettünk le a világ történelmének az asztalára, és ezt megfelelő testtartással, megfelelő tisztelettel, meg alázattal tudjuk tálalni, de ezzel párhuzamosan a megfelelő, ahogy mondtam, nem csak alázat, hanem megfelelő testtartás is kell. Tehát egy 1100 éves, történelmileg nagyon komoly múltra visszatekintő országot tudjuk bemutatni egy modern környezetben, mert azt hiszem, hogy elég sok mindent fel tudunk itt sorakoztatni ezen a summiton. Én nagyon remélem, hogy a helyzet úgy alakul, hogy ezt meg is lehet majd rendezni. Minél inkább olyan körülmények között, ahogy azt a szervezők eredetileg tervezték, és hát az magától értetődik, hogy a magyar állam képviselőnek ott a helye. Nagykövet úr, zárásként egy magánjellegű kérdés, nem tudok kibújni a bőrömből, korábban 20 évig sportriporter voltam. Magyarország is egy óriási nagy sportnemzet, és az Egyesült Államok is nagyon komoly sportvállalkozásokkal, ligákkal rendelkezik. Mennyire tudja nagykövet úr követni, gondolk itt mondjuk például a múlt hétvégi Super Bowlra, tehát mennyire van képben, mennyire van tisztában azzal, hogy mi zajlik itt ezekben a profiligákban, illetve van esetleg kedvenc amerikai sportága, ligája a nagykövet úrnak? Igen, a Super Bowlt azt követtem, és megnéztem, nem állítom, hogy mindent értettem, ami zajlik, de ez, hogy is mondjam, ez egy hivatali kötelessége, hogy értsem. Tehát a Super Bowl az amerikai kultúrának egy olyan szelete, amit nem először egyébként most, hogy nagykövet vagyok, hanem az utóbbi években is részt vettem különböző helyeken. Volt, hogy pont az Egyesült Államokban 5-6 évben ezelőtt, de otthon is általában figyeltem, amíg nem aludtam el, mert látom, amíg hajnalban volt. Én valójában, hogyha már személyes a kérdés, ezt elmondom, én alapvetően európai foci rajongó vagyok. Ezzel vagyunk néhányan a világon, meg Magyarországon is, de nagyon nagy tisztelettel figyelem az amerikai, klasszikus amerikai sportágokat, hiszen az amerikai történelem, az amerikai kultúrának egy fontos szerepe, és az, hogy ekkora tömegeket mozgósít, ez nyilvánvalóan önmagáért beszélt. A Super Bowl-t azért a világ számos részén nézik, gondolom nagyon sok 10 millióan, 100 millióan, milliárdan, nem tudom hányan. Figyelem az amerikai sporteseményeket, nyilván ez egy kicsit átalakult, azért félszemmel mindig az európai focin tartom a szememet. Az értesítéseket kapom a telefonon, hogy éppen mi zajlik, úgyhogy képben vagyok. De örülök ennek, hogy részt vettem itt ezen a Super Bowl nézésen. Itt a kollégáim közül többen nagyobb tudással rendelkeznek róla. Úgyhogy hát kedvenc sportágom Amerikában nem is tudom, az európai foci. Jó,
Ez egy remek válasz, egyébként az is fejlődik itt az MLS egyre nívósabb. Hála Istennek egy-két magyar játékos is van a ligában. Nagykövető, nagyon szépen köszönöm, hogy időt szánt ránk, és bízom benne, hogy szeptember végén a Hungarian Summiton Daytonában személyesen is fogunk tudni találkozni. Köszönöm szépen az interjút. Én is bízok benne, nagyon jót kívánok, nagyon jó egészséget, minden jót kívánok önöknek, és örülök, hogy tudtunk beszélgetni, úgyhogy a legközelebbi találkozásig. Nagyon szépen köszönöm. Minden jót kívánok. Piros, Takács Szabolcs nem ismeretlen számodra, hiszen ha jól tudom, már többször is egyeztettetek vele. Mik a te benyomásaid az új nagykövetről? Szerinted mennyire lesz nehéz neki a munkája most Washingtonban? A koronavírusra gondolok itt elsősorban. Először is nagyon vártuk, hogy jöjjön az új nagykövetünk, hiszen dr. Szabó László nagykövet úr tavaly áprilisban ment vissza Magyarországra. Úgyhogy önmagában véve az, hogy van egy nagykövetünk újra, ez egy óriási öröm volt a magyar közösség számára. Azt gondolom, hogy egy tökéletes választás volt Magyarország részéről, hogy őt delegálta ide az Amerikai Egyesült Államokba, hiszen ő egy karrierdiplomata, óriási tapasztalata van, és arról nem is beszélve, hogy rendkívül nagy kapcsolati tőkéje van már itt jelenleg az Amerikában is, hiszen nagyon sokszor járt itt kint, ismeri a szereplőket, ismeri az egész rendszer működését. Azt gondolom, ez egy abszolút jó választásként fog bebizonyosodni, és arról nem is beszélve, hogy a magyar közösségek irányába, a magyarok felé való kommunikáció már önmagában véve elindult, ami nagyon-nagyon fontos, azt gondolom, az itt élő magyarok számára. Szóba került az interjúban a sport, és szóba került a Hungarian Summit is. Úgy tudom, hogy te már meghívtad a nagykövet urat a Daytonába, a Hungarian Summitra, amivel kapcsolatban most már két halasztás után van végleges dátum. Így van? Reméljük, hogy végleges a dátum. Így van, reméljük, hogy most tényleg ez az év, ez nem ismétli majd önmagát. Szeptember 30 és október 2-a között szeretnénk most megtartani ezt az eseményt. Szinte ugyanolyan formátumban, mint az előzőekben. Nyilvánvalóan próbálunk alkalmazkodni az adott lehetőségekhez, illetve az új helyzethez is, hiszen azért mégis ez az év még mindig tart, ami tavaly elkezdődött, ez a pandémiás időszakot próbáljuk úgy megoldani, hogy akár egy hibrid megoldásban is gondolkodunk, tehát, hogyha valaki online szeretne követni minket, arra is adunk lehetőséget, illetve a fesztivál jellegét valamilyen szinten ki kellett vennünk a programsorozatból, így nagy koncerteket sem tudunk most biztosítani a nézők számára, hiszen azért mégiscsak egy nagyon kemény másfél-két éven leszünk túl akkorra már, így a biztonság az elsődleges, tehát ezt gondolom mindenki megérti, és nem is fog minket senki kározhatni emiatt. A szakmai jellege fog ezek szerint akkor kidomborodni ennek az eseménynek. Ettől függetlenül három napban gondolkodtok, illetve a nagy közönség számára mik lehetnek azok a pontok, amik csábítóak lehetnek arra vonatkozóan, hogy eljöjjenek Daytonába? Ez rendkívül fontos összefoglalni azt, hogy valóban a konferencia jelleg az ugyanúgy megmarad. Tehát ugye a csütörtök pénteki nap inkább a szakmának szól, közösségi vezetőknek, ezen kívül próbálunk olyan szakértőket bevonni, mint Floridából, illetve az Egyesült Államokról, akik tudnak segíteni a magyar ügyeknek, illetve egyfajta hidat tudnak képezni a két ország között, és ugyanúgy viszont is, tehát Magyarországról is nagyon sok vendéget várunk. És ami ugye a közönséget illeti, természetesen őket is szeretnénk kényeztetni olyan programokkal. Azt gondolom, hogy már kulturálisan mindenki ki lesz éhezve arra, hogy olyan eseményeknek legyenek részesei, amelyek számukra egy földülést fog kínálni. Egy Vücsrutkót mindenképpen várjuk a színpadra. Aranyosi Péterrel is egyeztettünk, ő is nagyon szeretne visszajönni. És egy kicsit a film irányába fogjuk most terelni a hangsúlyt. Ugye a magyar Hollywood az meg fog valósulni. Jó pár meglepetésünk lesz.
több filmnek is a premierjét tervezzük ide, de ennek a részleteit hamarosan el fogjuk árulni. Herendi Gábor például már biztosított minket arról, hogy biztosan itt lesz személyesen is. Oroszlán Szonya, hiszen ővel is már készítettünk, vagy készítünk interjút, lényegében fontos volt nekünk is ő, hogy részt vegyen ezen az eseményen. Így van, Oroszlán Szonya következik most, akiről az elmúlt időszakban az volt a nagy hír, hogy Amerikából visszaköltözik Magyarországra. Többek között ennek a miértjéről is beszélgettünk Szonyával, most következzen ez a beszélgetés. Újabb vendéggel folytatódik tehát az Instant Hungarian Hub podcast. Itt van velünk Piros, és természetesen itt van velünk Magyarország egyik legnépszerűbb színésznője, színművésze Oroszlán Szonya, aki most Philadelphiából jelentkezik be. Szia Szonya, köszöntünk is, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Még éppen elcsíptünk, ha jól tudom, itt Amerikában, hiszen nem olyan régen azt láttam a közösségi médiában a te profilodon, hogy hazaköltözöl. Sziasztok, köszönöm a meghívást. Szia, Piros! Szia, Szonya! Már nagyon vártunk. Ja, én is nagyon jól látni benneteket, még ha így is, de jó. Így van. Igen, utolsó pillanatok, mert most mondanám, hogy felkapom a komputert, és körbemutatom a teljesen üres lakásomat, amiben gyakorlatilag egy ágy van, mert most így nézek ki. Kicsit hazaköltözöm Magyarországra egy időre, úgyhogy kijöttem összepakolni, meg eladni a dolgokat, és egy picit itt lezárni. Hát lezárni nem, mert ide dolgozom, csak online marad, úgyhogy most egy picit lehetőségem van hazamenni egy időre. Azért egy kicsit vegyes érzelmekkel fogadjuk ezt a hírt azért, mert ugye nagyon örültünk, hogy itt vagy, és hogy nagyon kommunikatív vagy, legalábbis az amerikai magyarok irányába, de természetesen, amit beszélgettünk is korábban, hogy volt azért a terveid között az, hogy hazaköltözöl. Ez igazából a vírushelyzet hozta most ezt a lehetőséget, vagy igazából az időzítés már éppen ideje volt annak, hogy alapvetően menjél? Mind a kettő. Azt gondolom, hogy a vírus azért nagyon nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az ember úgy kicsit átgondolja a dolgokat, meg fölállít egy fontossági sorrendet. Ugye a prioritások azért teljesen másképp alakultak most. Nyilvánvalóan fontos volt nekem, otthon vannak a szüleim, egyke vagyok, otthon van a kutyám, a lovam, akiket azért sűrűn 3-4 havonta látogattam, de most májusban hazamentem egyébként tavaly, hogy picit ott leszek nyáron, és a pandémia miatt úgy alakult, hogy a munkám online lett, amit itt kint csinálok, úgyhogy maradtam otthon, és az az igazság, hogy olyan jól el voltam a kis családi burkomban, meg az állataimmal, meg barátokkal, hogy úgy jól esett ott lenni. És akkor ez picit úgy megerősítette azt, hogy lehet, hogy most egy kicsit ott kell lenni. Picit menjünk vissza az időbe. Én 4 éve jöttem, vagy 4 éve jöttünk ki, és te akkor már javában itt voltál Amerikában, de én nem annyira emlékszem, hogy ez túlságosan nagy hírverés kapott volna, hogy te elhagytad az országot, és kiköltöztél Amerikába. Mi volt az a lökés, ami aztán elindított téged Amerika irányába is, itt tartott 5 éven keresztül? Először is nem gondolom, hogy elhagytam volna az országot. Egyrészt azért, mert Amerika gyerekkorom óta jelen van az életemben, az én édesanyám itt kint járt általános iskola egy részében, meg gimnáziumban egy pár évet, úgyhogy én születésemtől beszélek angolul, mert anyu angolul beszélt hozzám. Tehát eleve ez a kétnyelvűség, amivel felnőttem. A családunk fele kint él Amerikában, nagyon sokan, unokatestvéreim is Kaliforniában élnek 20 éve, azt hiszem lassan. És én állandóan jöttem, mentem, engem küldtek ki, hogy a nyelvet fönn tudjam tartani, küldtek ki nyári kurzusokra, iskolákba, babysittelni, táborokba. Úgyhogy ez mindig jelen volt, úgyhogy ez nem úgy nézett ki nálam, hogy és akkor elmegyek Amerikába, és önmegvalósítok, hanem eljöttem egy olyan országba, ahol szintén nagyon otthon tudom érezni magam. És Philadelphia többek között azért volt a választásom, mielőtt gondolom ezt is megkérdeztétek, mindenki ezt kérdezi tőlem, hogy miért Philadelphia, mert itt van két nagynéném, és itt is azért van család, és az azért nagyon fontos, hogy legyen az embernek egy jó kis
megbízható, biztonságos háttere. Abszolút érthető az indok, illetve hát a Nagy Edithet is ismerjük, hiszen ő is most már tiszteletbeli konzulként aktívan részt vesz a magyarok életében fent. Az lett volna a kérdésem, hogy alapvetően miért volt a választásod az, hogy ezzel fogsz itt foglalkozni, amit most teszel? Mondja egy pár szót tulajdonképpen, hogy mit is csinálsz. Jó, még visszatérve gyorsan nem válaszoltam Andisnak arra a kérdésre, hogy mi volt a lökés. A lökés az volt, hogy most kijöjjek hosszabb időre, nem csak egy nyárra, vagy egy kurzusra, vagy egy tanfolyamra, vagy csak úgy látogatóba, hogy én gyakorlatilag a színművészeti, ahogy befejeztem, elkezdtem dolgozni, és olyan intenzíven dolgoztam egy olyan 15 évet, 20 évet majdnem egy húzamban, hogy muszáj voltam egy picikét megállni, és ha otthon maradok, akkor nem tudok nemet mondani dolgokra, úgyhogy úgy gondoltam, hogy egy picikét áthelyezem a székhelyet, és akkor itt egy picit tudok lenni, megállni, átgondolni az életemet, dolgokat, picit lelassulni. Így is jártam haza, egyébként a Mary Poppins csináltam, még 3 éven keresztül jártam vissza, az blokkokba játszottam, Madách Színház, de vállaltam nyáron, forgattam filmeket, tehát azért amúgy félig ott, félig itt voltam, de attól, hogy itt voltam, és most tudok válaszolni piros a kérdésedre, hogy azért én itt szerettem volna kipróbálni olyan dolgokat is, amiket nem csináltam még. Elvégeztem egy 2 éves állatorvos asszisztensét, elkezdtem dolgozni állatkórházban, azt nagyon lehetem, és csináltam is volna, ha nincs olyan röhelyesen kevés fizetés, hogy abból gyakorlatilag az albérletet nem lehet kifizetni, úgyhogy sajnos mellette el kellett vállalnom más munkákat, és így jött be a képbe ez az úgynevezett standardized patient pozíció, amit előszeretettel vállalnak színészek, művészek, zenészek, akiknek olyan a munkabeosztása, hogy muszáj nekik egy flexibilitás. És ez egy olyan meló, hogy mi eljátsszuk a betegeket, azzal vizsgáztatjuk és tréningezzük az orvostanhallgatókat, hogy ilyen szituációs helyzetgyakorlatokat kreálunk nekik, attól függően, hogy hányadéves, milyen a hallgató, ez az egész orvosira, tehát a szemésztől a nőgyógyászig, a pszichoterápia, a nővérképzés, a fizikoterapeuta, minden. És utána mi kiértékeljük őket, és kapnak egy feedbacket, úgyhogy ez egy nagyon hasznos dolog nekem is, mert én is azért akkor így belelátok az orvosiba, az állatorvosi tanulmányaim mellett, tehát nagyon jó jön nekem. Nagyon tanítani mindig nagyon jó, ez kicsit olyan, mint egy tanítós, mert azért a feedbackben az ember tud mondani nekik hasznos dolgokat, és így, hogy most online van, most gyakorlatilag chatszobákban csináljuk ezt az egészet, és tulajdonképpen a nagy részét meg lehet csinálni, ami ugye szóba zajlik. Tehát nyilván az, amikor nekik egy következő lépés, mondjuk megvizsgálni egy beteget, azt majd csinálják akkor, amikor mindenki visszamegy élesbe. Mennyire nehezen született meg a két döntés? Az, hogy kicsit átteszed a székhelyed ide Amerikába, és az, hogy most akkor veszek egy nagy levegőt, eladok mindent a lakásomból, és visszamegyek Magyarországra. Ez mennyire volt? Mennyire jutnál könnyen? Milyen típus vagy te ebből a szempontból? Hú, erre mondanák a barátaim, hogy a Szonya az, aki a buli közepén föláll és elmegy, mert ahhoz van kedve, és nem lehet visszatartani. Ez minden másra jellemző. Én, ha valamit eldöntöttem, akkor ezt másnap megcsinálom. Tehát ez nálam nem úgy néz ki, hogy legyen, mit csinálj. Jó, azért egy kicsit vívódok, mert nyilván ezek azért nagyobb döntések, mint hazamenni egy buliból. De általában elég határozott döntök, és megmondom őszintén, hogy én nagyon hallgatok az én kis belső órámra, és ha az azt jelzi, hogy most ideje van valami váltásnak, vagy valami felé húz a szívem, akkor nem nagyon szoktam sokat gondolkodni. Engem az érdekelne, hogy van a teljesen kreatív részed, és hogy mellett ez a nagyon szuper racionális vonal. Ezt hogy tudod ezt a kettőt összeegyeztetni? Hiszen egy állatorvosnak, illetve egy állatorvosi asszisztensnek azért nagyon-nagyon oda kell fókuszálni, és azért a kreativitás sok esetben nem tudod úgy használni, mint mondjuk a színpadon. Hú, de, és sőt, az az érdekes, hogy azt a párhuzamot véltem felfedezni a kettőben, hogy mind a kettő foglalkozásban 100 felé kell egyszerre figyelni.
és nagyon jó jött a színészetből nekem az a rész, hogy tényleg ott minden van. Tehát amikor az ember színpadon van, ahhoz, hogy az úgy nézzen ki, hogy ilyen laza, az úgy néz ki a háttérben, hogy mögötted dolgoznak, alád dolgoznak, föléd dolgoznak, te 600 fele figyelsz, ugye van a szöveg, a jelmez, a kellé, a zene, a belépsz, a díszlet, a nem tudom, tehát egy csomó minden van. És egyébként az állatoknál is, ugye azért én asszisztáltam nagyon sokat műtéteken, és nem igaz, hogy mennyi mindenre kell figyelni egyszerre, és nézni a monitort, és jelezni az orvosnak, ugye az anesteziológia részét is, a technikus. Tehát ez asszisztens technikus, ez két külön dolog igazából, az már egy kicsit emeltebb szintű, amikor az ember a technikus részt csinálja, de volt szerencsém feldolgozni magam. De szerintem pont ezért, mert hogy annyira tudok sok mindenre fókuszálni. Úgyhogy azért mondom, hogy nagyon érdekes, és itt is egy csomó mindent meg kell tanulni, meg ugye latinul, tehát az eleve az egész állatorvos orvoslásnak az alapja latin. Tehát mindig tanulni kell, amit én tudok tanulni, mert a színészek folyamatosan életük végéig tanulnak. Szóval nagyon jól... Nagyon hasonlít ez a kettő egymásra, csak nem emberekkel dolgozol többségében, hanem állatokkal. Melyik a jobb? Melyik a nagyobb állat? Jó, erre nem válaszolok. Ebben inkább nem. Jó, ezt mindenki megtartja magában. Melyik, ki volt az ember, akit miután 24 óra alatt meghozta ezt a gyors döntést, és eldöntötted, hogy hazaköltözel? Ki volt szakmailag az első, akit felhívtál, és jelezted, hogy elérhető vagyok, mert említetted, hogy továbbra is csinálod az amerikai munkádat, de biztos vagyok benne, hogy a színház újra fontos, még fontosabb szerepet kap az életedben. Szerintem nem is egy ember volt, hanem több mindenkinek úgy szépen ugye elkezdtem ezt elszórni, ezt az információt. Azért szerencsére a pletykák gyorsan terjednek Budapesten. Főleg Magyarországon, igen. Úgyhogy... Óriási falu. Úgyhogy nem olyan nehéz ez. Az ember tényleg egy picit elszólja magát, és már elterjed. Illetve, amire nagyon büszke vagyok, mondtad az elején, hogy az én social media platformom. Hát azt hiszem, hogy talán most már egy hónapja csinálom az Instagramot. Nagyon büszke vagyok magamra, még mindig tanulom. Eddig egy ilyen privát profilom volt, ahol nem voltak posztok, és nem voltam aktív, csak ha valamit meg kellett nézni, akkor tudtam rajta böngészni, de most elkezdtem, és ez is nagyon érdekes, hogy az ember azonnal elkezd, tehát kirakja magát egy ilyen nyilvános platformra, és onnantól nincs mese, onnantól. Amit kiraksz, az utána ott van, és az elérhető a médiának, és abból utána a híreket szerkesztenek meg. Szóval érdekes ez. Eddig jól csinálod, eddig olyan szonnyás. Igen. Szonnyás, köszönöm. Igen, természetesen, szakmai szemmel is nagyon-nagyon szépek a képek is, illetve a tartalom is, úgyhogy csak így tovább. Köszönöm. Kérdezhetek én most megint, Andris, most átérnék egy kicsit Amerikára. Igazából mindenki honnan ismert meg, hát nyilván a valami Amerikából, és hát mennyire... áthallatszik ez a dolog, itt ugye az Egyesült Államokban beszélgetünk. Igazából neked mit jelent Amerika? Vagy mi az, ami igazán szeretetre méltó benne, és mi az, amiért szerettél itt lenni? Én nagyon szeretem Amerikában azt, hogy az emberek borzasztó nyitottak és barátságosak egymással, és még ha ez az eleinte a felszínen is tűnik csak fel, meg ugye ez a köszönünk, megkérdezik, hogy vagyunk, de már a választ nem várjuk meg. Akkor is ez ad egy ilyen alap jó kedvet és kedvességet és nyitottságot. És ez nekünk, a magyaroknak ez egy elég nehéz dolog, mert mi azért nem ez vagyunk hozzászokva, mi nem szoktunk rámosolyogni a közértben a pénztárosra, és még sorolhatnám, szóval ebbe azért nekünk jó lenne egy picit lazulni, de azért mondjuk nekünk biztosan, tehát azért a nem kezdem el hasonlítgatni a történelmünket, meg a múltunkat, mert azért biztos, hogy onnan fakad az, hogy a magyarok azért zárkozottabbak. De én tudom magamról, hogy nekem az elmúlt 5,5 év az arra volt nagyon jó, hogy pontosan az otthon, a Rivalda fényből egy picit úgy lecsendesedett az életem, és egy teljesen hétköznapi ember tudtam lenni, különösen ugye, hogy dolgoztam hétköznapi emberek közt, hétköznapi emberekkel, hétköznapi emberként.
hogy nagyon lehozott engem a földre, abból a világból, amiben én otthon vagyok. És ez nagyon jót tett nekem olyan szempontból, hogy egy teljesen más perspektívát kaptam saját magamra és az én életemre. Tehát biztos, hogy most már nagyon sok mindent másképp csinálok, másképp nézek rá. Ez a mosolygás, kedvesség, nyitottság, ezt én nagyon-nagyon szeretem itt. Ezt ti is érzitek, nem? Abszolút. Igen. És mennyire furcsán érzem magam, amikor hazamegyek Budapestre, és az Andrássy úton sétálok, és rámosolygok valakire, és furcsán nézem, hogy mi bajom van, mit akarok én tőle. Egy időben sportot üztem ebből, bevallom őszintén, és hogy az emberek milyen reakciójuk van arra vonatkozólag, hogyha rájuk mosolygok a mondjuk a villamoson, akkor ténylegesen, hogy tényleg most nekem bajom van, vagy valami, tehát teljesen más a hangulat. Én is egyébként ezt a részt szoktam kiemelni ugyanígy. Igen, ez nagyon erőteljes. Erre kötnék rá, hogy igazából van-e olyan dolog, ami gondolkodásmódban, attitűdben megváltozott benned, amit úgy gondolsz, vagy úgy érzel, hogy most, hogy visszaköltözöm Magyarországra, már nem fog visszaváltozni, magyarosodni. Biztos, hogy az, hogy sokkal kevésbé vagyok ítélkező. Azt gondolom, hogy, és bologattok, tehát ismeritek az érzést, hogy igen, tehát hogy azt megtanultam, hogy nem, nagyon-nagyon-nagyon nem szabad rögtön ítélkezni. És még abba se, hogyha valaki mondjuk nem mosolyog vissza, vagy nem jókedvű, mert sose tudhatjuk, hogy mi van mögötte, mi történt vele aznap, 5 perccel ezelőtt, vagy az életében. Tehát meg kell adni mindenkinek a bizalmat abban, hogy az más kérdés, hogy utána, ha történet dolgok, eldöntöm, hogy barátkozunk-e, vagy nem, hogy nem szabad ítélkezni. Tehát ez a kedves hozzáállás, ez szerintem ez megmaradt bennem. Én ez teljesen az enyém lett, és egyébként alapvetően is egy mosolygós ember vagyok, és szeretek rámosolyogni emberekre, tehát ez nem egy újdonság, de tény, hogy a színészet, meg az ismertség otthon azért engem egy kicsit úgy begubóztatott, és itt az Amerikában ettől úgy megszabadultam, és tehát azt érzem, hogy sokkal bátrabban megyek be a közérbe például, tehát régen az volt, hogy jaj, megismernek, és akkor majd nézik, hogy mit veszek, vagy mi van rajtam, vagy most nagyon szívesen megmutatom, hogy mit vásárolok, tehát hogyha arról van szó, tehát leállok beszélgetni, valaki kérdez valamit, akkor nem szaladok el ilyetembe, hanem válaszolok teljesen őszintén, boldogan, kedvesen. Ez nekem egy kicsit ilyen szabadság hatású, tehát hogy a szabadság érzet ez megvan. Egyébként téged meg szoktak szólítani így az üzletben, vagy idegenek, hogy milyen szép vagy, milyen csinos vagy, milyen jó a hajad, mert azért ez jellemző itt az amerikaiakra. Te is így tapasztalod? Hát amikor el akarnak adni valamit, akkor különösen. Igen, amikor az ember bemegy egy ruhaboltba, és akkor nézi a méreteket, és mindig azt mondják, hogy jaj, hát milyen gyönyörű alapja van magának, és milyen kis lank, és nem tudom, és akkor, igen, köszönöm szépen, mindjárt veszek valamit, jól értettem. De tény, hogy oda jövögetnek emberek. Nem tudom, hogy ez tényleg egyébként ez egy ilyen üzleti húzás, de alapvetően beszélgetek, és az az érdekes, hogy ha az ember elkezd visszaválaszolni, akkor kiderülnek történetek is. Tehát van, aki éppen valami sztorit elmesél valamivel kapcsolatban, mondjuk leveszek a polcról egy nem tudom krémet, és akkor megkérdezem, hogy ez jó-e vagy nem, és akkor eszébe jut egy történet, vagy nekem eszembe jut egy történet. Számtalan ilyen nagyon jó sztorival találkoztam, csak azért, mert leálltam valakivel beszélgetni a boltba. Nagyon gyakorlatilag ugyanúgy gondolkodunk, azt hiszem, mind a hárman erről a kettőségről, ami Magyarország és Amerika között van. Van esetleg valami olyan, ami már itt annyira megszokott lett, hogy az otthoni dolog lesz furcsa? Gondolok itt akár szolgáltatásokra, vagy akár olyan bármilyen olyan élethelyzetre, ami itt sokkal jobb. De mi az, ami igazából hiányozni fog neked Amerikából otthon Magyarországon a mosolygáson és a kedvességen kívül? Megmondom őszintén, hogy amit én itt nagyon szerettem csinálni, ez az online vásárlás és visszavitel, és ráadásul kérdés nélkül visszavétel, vagy visszaküldés. Mint a feleségemet hallanám. Hát most mit mondjak, ez így ilyen dolog. Csatlakozom.
ennél bármit, tehát az, hogy ülök, veszek valamit, és mire ideér meggondolom magam, akkor postafordultával csak leviszem, visszarakom a dobozba, rárakom a kis cetlit, nem kell fizetnem, nem kell elmozdulnom otthonról, nem kérdezik meg, hogy mi van. Szóval ez nagyon fog hiányozni, mert itt még azért nagyon sok cég van már egyébként, aki ezt tök jól csinálja otthon, de azért ennek a flott rugalmasságánál, de hát azért, mert ők már 20 évvel ezelőtt is ezt csinálták egyébként, tehát ez a házhozszállítás azért ez itt mióta megy. De ráfűzök, igazából a másik dolog, ami ennél még talán még szembetűnőbb a különbség, ha személyesen kell visszavinned egy boltba egy terméket, itt gondolkodás nélkül visszaveszik, Magyarországon pedig gondolkodnod kell, sztorit kell kitalálni, meg 3 napod van, hogy visszavidd, és hogyha azon kívül vagy, akkor már nem is állnak veled szóba, tehát hogy ez a része is, nem csak online, de akár a személyes vásárlásnál is fennáll, igaz? Hát persze, nagyon-nagyon nehézkes az, amikor magyarázkodnom kell, hogy hát meggondoltam magam, hát van ilyen, nem? Megrendelem, mert éppen akkor rájött az 5 perc, és mire megjön, nem kell, de hát ilyen van, akkor... De hát elvileg, mert ugye az van, hogy itt Amerikában azért a vásárló, az ilyen vásárló, mindjárt ezt fogyasztói társadalom, igen. Központban van az, akinél a pénz van, és szó nélkül mindent megtesznek akkor, hogyha ha tényleg te fizetsz és lerakod a pénzt, és az egyszerűvé teszi. Én nem mindig szeretném megmagyarázni, hogy miért nem kell valami nekem. És ráadásul még nem akarom megbántani őket, tehát lehet, hogy azért nem kell, mert mondjuk nem tetszik. És akkor, de egyébként az is jó, hogy ilyen opció is van, tehát amikor kitöltöm online, hogy mondjuk miért cserélem vissza, mert van olyan, akkor oda van írva, hogy nem tetszik, meggondoltam magam, más a színe, mint a fotón. Tehát megvan az opció. Nem kell kitalálnom semmit. Szerintem egy külön podcastet kellene csinálnunk a koptingolásról. Ez egy külön téma. Egyébként egy zseniális tényleg Amerikában ez a dolog, hogy ugye úgy gondolják, hogy ha visszaviszed, visszaveszik, vissza fogsz menni máskor is, és vásárolsz sokkal többet. Tehát ez az egésznek az egyszerű mentalitása, és nem gyomorgölcsel kell visszavinni, hogy nagyon a bevizsgálás után azt a ruhod, de robot visszaveszik, vagy nem. Ennyire egyszerű az egész. Ez a gazdaság Amerikában. Igen. Ez így van. Piros? Igazából majd a végén lesz nekem még 3 fontos kérdésem. Akkor nekem viszont van egy fontos kérdésem még. Azt mondtad, hogy csinálni fogod a munkádat online Magyarországról. Tehát ez a része tiszta, viszont mik a tervek otthon, színház, filmvonalon esetleg? Hát a tervek az, hogy a koronavírus szűnjön meg. Ja, igen. Hoppá! Elfejtettem. Megmondom őszintén, hogy állandóan arról szól ez a nagy spiri élet, amit mostanában élünk, hogy éljünk a pillanatnak, meg éljünk a mának. Most akarva akaratlanul is csak ezt tudjuk gyakorolni, úgyhogy nem, szerencsére nem kell tervezni. Tehát, hogy azt érzem, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy megvan a kinti munkám, azért jönnek megkeresések otthonról is, hál' Istennek, tehát nagyon jó, azt mondom, hogy szerencsés vagyok ilyen szempontból is, de megnyugtat az, hogy nem kell eszeveszettül most terveznem és tepernem, és mindenkit hívogatnom, mert nem történik sajnos semmi, és amíg ez nem fog elmenni, addig, de szépen nem fog elmenni, amíg nem megy el, nem kenyerem a beszélt. Nem. Nem baj. Nem tudom, van másik munkád. Ezek az, amit az anyukám majd megnézi, és akkor kislányom, nem fogadunk, igen, ez a magyar fogalma. Már elszoktam már, ez az 5,5 év itt Amerikában. Kicsit tudni még azért, a magyar, igen. Igen, töröm. Na, de viccet félretéve, hogy nem akarok tervezni, és nem is tudok, és olyan érdekes, hogy egyébként ugye, hogy mikor szerveztük ugye tavalyra, sőt idénre se sikerült összehozni a summitot, hogy nem tudtuk 1 éve vagy 1 évvel ezelőtt, hogy mi lesz, pedig terveztünk. Na most meg az van, hogy most se tudjuk, hogy mi lesz, de most tervezni se tervezünk, vagy legalábbis nem hiszem, hogy lehet, mert ugye mire. Nagyon emlékszem, annyira izgatottan vártad, hiszen ugye Herendi Gáborra, Marozsán Erikával lettetek volna egy hotelben, és tervezgettétek, hogy osztálytalálkozó lesz, és hogyan jöttök együtt a reptérről. Reméljük azért ezt be fogjuk tudni pótolni, hiszen azért szeptember 30 és október 2-a között lesz idén. Akárhol is leszel, biztosan
várunk téged is, és hát ez a magyar Hollywoodot szeretnénk azért megvalósítani, sőt, mert Herendi Gáborral is dolgozunk azon, hogy valami nagyon nagy dolgot mutassunk be a magyar közösségnek itt Amerikában. Piros, te kérdéseid jönnek. Mindenkitől meg fogunk kérdezni ezentúl három apró kérdést. Az elején ezt már így említettem is, hogy miről lesz szó. Az egyik kérdésem, hogy mi a kedvenc színed? Kék. Jó, ezt csak így konstatáljuk. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatosan bármilyen választ vagy értékítéletet kell-e mondani. Ezt mindenki majd megnézi utána, hogy a kék az mit is jelent tulajdonképpen. A másik kérdésem az, hogy nagyon sokat beszélgettünk annól, hogy milyen filmeket szeretsz, milyen könyveket olvasol, nagyon pontosan tudom, hogy a második világháborús filmek és témák nagyon lekötnek téged, ugye sokat szoktunk erről beszélgetni. A másik kérdésem ezzel kapcsolatosan az, hogy most jelenleg milyen könyvet olvasol? Kérlek szépen, meg is mutatom. Ott van az ágy mellett. Na, nem készültünk pedig. Mivel minden az nincs ágyon más, van, nincs más, nincs más a lakásban, csak ott kell legyen az ágy mellett. Kérlek szépen, ennek a könyvnek az a címe, hogy A döntés, és Eger Éva mindjárt föl szeretném húzni, mert meg szeretném mutatni a... Olyan könyv, hogy megmondom őszintén, azon könyvek egyikek közé tartozik, amit nem lehet letenni, és próbálom felhúzni. És itt van mindjárt egy pillanat, meg szeretném mutatni. Edith Éva Eger, ez az ő teljes neve, és így néz ki a könyv borítója. Uh-huh. Ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Ez az ő életének a története, ő egyébként egy pszichiáter lett végül itt Amerikában, egy holokauszt túlélő hölgy. Nagyon sok ilyen könyvet olvastam már, tényleg rengeteget, nem tudtam letenni. Ez a könyv, ez most így nagyon, nagyon bennem van. Köszönjük az ajánlást, én is meg fogom ezt nézni. Amazonon lehet rendelni, hogyha ez nem a reklámhelye? Fogalmam sincs, ezt meg kell nézni. Természetesen. Biztos, hogy lehet. Biztos, hogy. És a harmadik utolsó kis kérdésem, ami a te esetedben egy kicsit furcsán fog hangzani, macska vagy kutya? Hát mind a kettőt kéne mondanom, de hát kutya. Hát egyértelműen kutya. És miért? Jobban szeretem az együttműködésüket. A macskák vannak, és lehet néha a kedvük bejárni, és ha éppen nekik van kedvük hozzá, akkor együtt lehet működni, de a kutya egy mindig ott van, mindig lehet rá számítani, mindig az első dolog az, hogy a gazdival lehessen valamit csinálni. Szóval, utolsó kérdés a részemről. Előre elnézést kérek a rossz szóviccért, de muszáj feltenem, és kettős értelme is van a kérdésemnek. Lesz még Oroszlán Szonya számára valami Amerika? Egyik válaszom azt, hogy nem, a másik válaszom azt, hogy igen. Na de melyik? Ezt már mindenkire rábízom. Ne! Oké, köszönöm szépen. Jó, de elárulom. Jó, akkor a Herendiger, nem lesz valami Amerika 4. Wow. Ezzel a rossz hírrel búcsúzunk. Én még jövök ide vissza, az biztos. Sokat, úgyhogy az nem kérdés, de valami Amerika 4-et nem tervezünk már. Én, hölgyek, órákig tudnék veletek beszélgetni, de azt hiszem, hogy itt az interjú vége. Szonya, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál. Jó utat kívánunk haza, és duplán is visszavárunk egyrészt a Summitra, másrészt pedig ide Amerikába úgy általában. Úgyhogy köszönjük szépen is. Szia! Köszönöm. Köszönjük. Sziasztok! Szia! Köszönjük! Mindig élmény egy ilyen jó hangulatú beszélgetés két hölgyel. Tényleg elképesztően kedves Szonya, és olyan volt ez a beszélgetés, mintha ezer éve ismernénk egymást. Ti mióta tartjátok a kapcsolatot egyébként vele? Nagyon érdekes módon, körülbelül azt mondanám, hogy másfél évvel ezelőtt ismerkedtünk meg egymással, egy nagyon kedves ismerősünk kötött minket össze, aki tudta nagyon jól, hogy ő itt van Egyesült Államokban, és nyitotta mindenféle ilyen aktivitásra,
És be kell vallanom, hogy pont ez a beszélgetés azt is mutatta is szerintem, hogy olyan közvetlenül lehet vele beszélgetni, és annyira nyitott, és annyira kedves egy lény, hogy egész egyszerűen imádtam minden percét, amikor beszélgettünk telefonon is más témákról is, és tényleg azt gondolom, hogy szinte barátságot tudtunk kötödni már így az időszak alatt is. Én valóban így van, mert az interjú előtt megkérdeztem tőle, hogy van esetleg olyan téma, amiről nem szeretne beszélni, vagy nem szeretné, hogyha kérdeznék, és mondta, hogy nincs, majd ha valami olyasmit kérdezek tőle, amire nem akar válaszolni, ezt akkor majd ő kikerüli. De nem hiszem, hogy volt ilyen egyébként. Én azt gondolom, hogy ez egy így van, profi. És nagyon fontos, hogy valóban profi, mert az interjú előtt nagyon aprólékosan beállította a fényeket a szobában, ahol ő ült. Könnyű egy ilyen profival dolgozni, mert ő is figyel saját magára arra, hogy néz ki, úgyhogy ez meg nekem volt nagyon-nagyon jó dolog. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon tartalmas kis adás volt. Lassan itt a Hungarian Hub podcastnek a második adásának a vége. Piros, hogy érezted magad? Hogy tetszett, és mit várhatnak a hallgatók, nézők a jövőben tőlünk? Hát szuperül, András, egyébként is mellett mindig nagyon biztonságban érzem magam, hiszen nagyon profin űzöd ezt a műfajt. Messze vagyok tőled, azért érzem. Némi tapasztalatod azért csak van, mikrofont már láttál jó párszor. Nagyon-nagyon jól éreztem magam, és nagyon-nagyon tetszettek ezek a témák. Most ez nyilván egy nagyon erős adás is volt, ilyen két fantasztikus emberrel beszélgetni, akik nem csak a képernyőn, vagy éppen a diplomáciai színpadon erősek és profik, hanem tényleg a magánéletben is nagyon-nagyon kellemes emberek. Nagyon várom a folytatást, mert rengeteg ötletünk van, azért azt elárulhatjuk talán, nem? Igen. Hogy rendkívül izgalmas témákkal jövünk, és az a baj, hogy ha időnk engedni, akkor szóval minden nap ezt csinálnánk, de sajnos azért limitáltak a mi kereteink is, de nagyon várom a folytatást, hogy hogyan fog alakulni, és talán én is már lazább is leszek, gördülékenyebben fog menni a kérdéssorozat is, de hát erről szól most az egész, hiszen azért hozzá kell tenni, hogy én például nem vagyok profi úgy, mint te, de azért igyekszünk. Mindannyian tanuljuk még ezt a szakmát, szerintem, ahogy a Szonya is mondta, hogy a színész is élete végéig tanul, szerintem mindenki így van ezzel. Még egy nagyon fontos információ a Közösségi Akadémiára, aki esetleg szeretne becsatlakozni ebbe az előadás sorozatba, azt hol teheti meg? Köszönöm szépen, hogy említett, tényleg nagyon fontos információ. Először is mindenkit biztatunk, ugye, hogy a Hungarian Hub oldalára látogasson el, és folyamatosan kövesse nyomon, hogy mi történik ott, hiszen állandóan új blogokat, bejegyzéseket teszünk föl. De a Hungarian Hub-on belül pedig a projektek alatt meg fogja találni a Közösségi Akadémiának a részleteit, és ott tud regisztrálni. Nem baj, hogyha lemaradt az első adásról, a regisztrálóknak, az előző adásoknak, illetve webináriumoknak az anyagait is ki fogjuk természetesen küldeni. Szuper, nagyon szépen köszönöm, hogy Piros ismét itt voltál velem, és várlak legközelebb is. A podcast@hungarianhub.com e-mail címre várjuk az ötleteket, hozzászólásokat, véleményeket, és kövessetek minket mindenféle közösségi média felületeken, illetve a Hungarian Hub YouTube csatornáján is, ahol ezt az adást is láthatjátok majd. Köszönjük szépen a figyelmet, jövünk legközelebb is, sziasztok!